Nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit a Nemzeti Sajtóklub beszélgetésen. A mai vendégeink tőlem balra Ábrahám Barnabás, a Kuruc Info munkatársa, Gyebnár Dávid, a Magyar Jelen munkatársa, és Faragó Dániel, szintén a Magyar Jelen munkatársa. Én pedig Lantos János vagyok, az előbb említett két hírportálnak egyaránt munkatársa. Na most mielőtt belekezdenénk a témánkba, egy rövid kérdéssel fordulnék a srácok felé. Láttátok tegnap a Szent István napi felvonulást az Andrássy úton? Nekem úgy tűnt, mintha Alföldi Róbert rendezte volna. Lehet, hogy ő volt, nem tudom, de minden esetre elég szürreális látvány volt. Így az alaphangot megadjuk a beszélgetésnek. Erről pár mondatba fejtsétek ki a véleményeteket. Hát akkor magamhoz ragadnám a szót így gyorsan. Nem tudom hallani? Igen. Jó, oké. Hát igen, én láttam szerencsére csak képeken. Nekem ez úgy tűnt, mintha egy ilyen nemzeti pride lett volna, vagy valami ilyesmi. Lehet, hogy azt próbálták ellensúlyozni, vagy valahogyan megmutatni, hogy hát a nemzeti keresztény kormányzás is tud ilyet, mint a pride. Hát mondjuk ilyen szempontból sikerült nekik, mert igazából mindenki rajtuk nevetett. Csak ugye az a probléma, hogy hát mindemellett a nemzeti jelképeinket, illetve a nemzeti gondolatot is ugye sikerült meggyalázni. Illetve hát nyilván ilyenkor előkerülnek ugye a pöcegödörből mindig a liberálisok is. És nyilván ugye az első dolog, ami ilyenkor nekik is eszébe jut, hogy a magyar jelképekbe ugye belegyalogoljanak. Csak hát ilyen esetben, amikor olyan képsorokat látunk, amit tegnap láthattunk ezen az állami ünnepségen, hát az ember ezeket nyilván nem tudja úgymond megvédeni. Tehát az a baj ezzel az idézőjeles nemzeti keresztény kormányzásról, hogy pontosan ennek a liberális pöcegödörnek ad ugye muníciót, fegyvert a kezébe. De hát mondjátok el ti is, hogy ha másként gondoljátok esetleg. Az én válaszom az kicsivel rövidebb lesz, ugyanis én sajnálatos módon ezt nem láttam egyéb elfoglaltságok miatt, de hát ugye, ahogy itt előzőleg is utalva lett rá, hogyha a Fidesznek nemzeti jelképeket kell gyalázni, abban mindig nagyon ügyesek, és mindig kellően magas labdákat adnak a liberálisoknak, úgyhogy ilyen szempontból a baloldali ellenzéknek igen könnyű dolga van. Kár ezért, mert most tényleg teljesen jogosan és teljesen adekváltan röhögte ki a liberális oldal a nemzetinek mondott oldalt, mint ahogy a Barnabás is említette. Tehát attól, hogy valamire sokat költ az állam, és attól, hogy valamiből nincsen kisajnálva a pénz, még nem biztos, hogy jó lesz. Nekem olyan érzésem volt, mintha egy nagyon jó márkás dezodor keveredett volna egy WC illatosítóval. Ez megengedhetetlen, és mindenki a Lakatos Márktól kezdve, talán még a Fekete Győr Andrásnak is volt valamilyen posztja. És nem is az a baj, hogy a Fideszen röhögnek, mert nyilván azért megmosolyogni valóak, de tényleg az államalapítás körüli ünnepélyes emelkedett hangulatot rontották ezzel tönkre. De én nagyon remélem, hogy utoljára rontották el a mi közös ünnepünket. És abban is biztos vagyok, hogy előbb-utóbb ez tényleg az álnemzeti magyarkodás a szónak a legrosszabb értelmében. Szerintem ezt előbb-utóbb meg fogják büntetni a szavazók, úgyhogy alapvetően azért én pozitívan látom így a dolog összegészét nézve. Jó, és akkor most térjünk rá, hogyha már sajtóklub beszélgetés konkrétan a sajtó vonalára. Mit gondoltak arról, hogyha az elmúlt 30 évben ugye felidézzük a úgynevezett baloldali vagy liberális sajtónak a kommunikációját, és mellé tesszük a, most nem a jobb oldalit fogom használni, hanem a kormánypárti vagy a fideszes sajtót, hogy mi az a közös pont, amelyet mind a kettő sajtó csúcsra járatott. Ezt meg is mondom őszintén, hogy azért vetem fel. Volt az elmúlt napokban egy újabb idézőjeles náci botrány, ugye a vasárnap.hu főszerkesztőjét, Horváth Tamást sikerült végül is, hát lehet, hogy nem minden részletet tudunk, de lemondásra kényszeríteniük azért, mert a baloldali sajtó szerint ő náci, de ugye ugyanazt látjuk a baloldali sajtó részéről is, hogy jobboldali
politikusokat, vagy újságírókat próbálnak azzal ellehetetleníteni szintén, hogy náci. Tehát ugye azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon közös pont a kormány közeli és a balliberális sajtó kommunikációjában. Mit gondoltok, hogy mi ennek az oka, illetve azt talán mondjuk sejtjük, hogy mi ennek az oka, de mikor lehet ennek vége? Azért az ironikus, hogy a vasárnap.hu-nak az egyik szerkesztője, illetve a főszerkesztője kényszerült távozni egy állítólagos náci botrány miatt, nem pedig mondjuk a szombat.hu-nak a vezetője. Szerintem mindent elmond a jelenlegi közállapotokról az, hogy a keresztény jobboldali közösség, amely ráadásul ugye a vasárnap.hu média termék, az nyilvánvalóan tele van tömve kormányzati pénzekkel, de még így is gyöngék voltak ahhoz, kétharmaddal a hátuk mögött, állami hirdetésekkel a hátuk mögött, fizetett publicistákkal, fizetett hirdetésekkel a hátuk mögött is gyengék voltak arra, hogy a saját maguk által kinevezett vezetőt, a saját maguk által a csatasorba állított főtisztet megvédjék. Ez azt mutatja, hogy a nemzeti kormányzásnak a 11. évében még mindig nem sikerült leszámolni azokkal a dogmákkal, amik most már a rendszerváltás óta uralják, és egy méregként métejezik meg a magyar közéletet. Én nagyon kíváncsian várom, hogy most mi lesz akár a vasárnap.hu-nak a további sorsa. Azért látjuk, hogy a Fideszben is több irányvonal van. Nagyon várom mondjuk a Mazsi Hisznek a reagálását, hogyha még lesz nekik, várom mondjuk, hogy Köves Lomó és a Fidesz kapcsolata milyen irányba fog az ominózus ügy után eltolódni. Úgyhogy lesznek ennek még érdekességei. Ez a vasárnap.hu-s történet, ez még csak a -3., -2. Lépcső volt. Ki kell várni ennek a végét. Van még hátra. Ugye itt azt kell látnunk, hogy egy nemzetközi trend van, mely szerint szélső baltól, szalon konzervatívig, vagy szalon jobboldalig mindegyik végtelenül filoszemita, és végtelenül cigánymosdató, ha szabad így fogalmazzak. És mindig a jobb oldal az, amelyik meghátrál, a bal oldal pedig támad. Hogyha egy baloldali újságírót ér például támadás, akkor a bal oldal összezár, viszont hogyha balról támadnak egy jobboldali újságírót, akkor azt figyelhetjük meg, hogy a szalonkonzervatívok azonnal kihátrálnak mögüle, és egyből mossák kezeiket, és igyekeznek bebizonyítani, hogy ők nem olyanok, meg hogy azzal érvelnek folyamatosan, hogy ők azért jobbak a baloldalnál, mert a saját szélsőségeiket úgymond kirekesztik maguk közül, pedig valójában csak leszalámiztatják magukat baloldali igényre. Tehát itt szerintem inkább beszéltünk jobb liberális és bal liberális újságírásról. Jó, hát amit én még feltétlenül hozzátennék, az ugye az, hogy ezek a támadások a főszerkesztőt illetően ugye nem csak a, vagy nem első körben ugye nem feltétlenül csak a liberális, balliberális média keresztüzéből történtek, hanem ugye a kormánypártinak elkönyvelt neokon is például ugyanúgy ugye beleállt a főszerkesztőbe, Horváth Tamásba. Most nyilvánvalóan akkor feltehetjük a kérdést, hogy mondjuk egy neokon, akkor kihez áll közelebb. Hát nyilvánvalóan nekik a mindenkori zsidó érdekvédelem ugye az elsődleges. Most azt, hogy ezt éppen a kormány oldalán vagy a balliberális oldalon tudják megtenni, ez teljesen mindegy az ő szemszögükből. És bizony, hogyha esetleg a Fidesz vagy a kormánypárt közelébe, holdudvarába keveredik egy olyan ember, aki úgymond az ő értékeikkel nem összeegyeztethető, akkor azt minden további nélkül nyugodtan engedik kicsinálni, akár a Neokonnak, akár a HVG-nek, akár az Indexnek, tehát ez ilyen szempontból teljesen mindegy. Ezek az orgánumok attól függetlenül működnek együtt, vagy jár egy rugóra az agyuk egy ilyen kérdésben, most attól függetlenül, hogy balliberális vagy fideszes kormány van éppen. Hát most nem tudom, ők a rendhéberőrei, ha ezzel zárhatom ezt a gondolatsort. Igen, bár azért kicsit jótékonyan elfelejtettétek a kérdésemnek az utolsó részét, azt is kérdeztem, hogy szerintetek hol lehet ennek a vége, tehát kiválóan kielemeztétek. Nyilván ez kicsit megválaszolva, a vége ott van, hogyha egy valódi nemzeti
jobboldali, úgymond harmadik utas sajtó és politikai erő is ki tud emelkedni, és számottevő, még számottevőbb tényezővé tud válni, akkor fog ez véget vetni ennek az állandó megfelelés kényszernek. De akkor lovagoljunk itt is át erre a kérdésre, hogy szerintetek mi kell ahhoz, mert már kielemeztük kiválóan a kormány közeli és a balliberális sajtó visszásságait, hogy a mi sajtónk, a valódi nemzeti jobboldali sajtó még inkább meg tudjon erősödni. Egyáltalán hogyan látjátok ezt a közeget, akár a Magyar Jelen, a kuruc.info helyzete, vagy a Szent Korona Rádió, Hunhír, tehát azért vannak hírportáljaink, állami televíziónk ugye sajnos még nincsen, tehát nem vagyunk azért könnyű helyzetben, de mégis azért pár gondolatban, hogy foglaljátok össze, hogy a mi sajtónknak a helyzetét, jövőjét hogyan látjátok, mit kellene tennünk. Hát én először is azt látom, hogy évek óta, segítsetek ki, 2006-2005 óta a Kuruc Info folyamatosan ott van a nemzeti sajtónak az élvonalában, és időnként föl-föl zárkóztak mellé más egyéb sajtótermékek. Ugye emlékszünk még régebben a Jobbiknak a szebb múltja időszakában az alfahír.hu, most a magyarjelen.hu az, ahol szintén olvashatók a nemzetet érintő kúcskérdések, ugye még a hunhír.hu-t érdemes említeni, illetve a Szent Korona Rádió is megemlítésre került, és teljesen jogosan. Azt érdemes látni, hogy itt közel sem ugyanazok a feltételek, és mondjuk közel sem ugyanolyan állami hirdetések érkeznek egy Kuruc Infohoz, vagy egy Magyar Jelenhez. Nyilván hozzánk semmilyen állami hirdetések nem érkeznek, de a liberális oldal sem keres meg minket, és nem is szívesen fogadnánk az ilyen pénzeket. Semmilyen oligarchának a támogatását nem fogadjuk, és nem is fogadtuk el, de hogy mondjam, nem nagy a kísértés, mert nem túl sokan ajánlkoznak ezeket az oldalakat támogatni, akár külföldről, akár belföldről. De ennek ellenére azt fontosnak tartom, hogy az elmúlt 15-20 évben szerintem most már kinevelődött egy olyan tudatos olvasóközönség, akik hajlandóak arra, hogy nem csak az első kézből kapott hírportálokból tájékozódjanak, hanem igenis megnézzék az alternatív híradási lehetőségeket, ami a nemzeti oldalt illeti. És hát, hogy a vége hol lehet a liberális média uralomnak, hogy akkor mást ne is említsek, szerintem akkor fog tudni ennek vége lenni, hogyha a következő generáció is ugyanolyan fontosnak fogja érezni a folyamatos önképzést és a publicisztikáknak az olvasását, mint az előzőek, mint a mostani 30-as, 40-es korosztály. De egyébként még, hogy egy pozitív gondolattal zárjam itt a szekciót, azért nagyon sokan hajlamosak azt hinni, hogyha majd megérkezik a zsáknyi pénz mondjuk egy parlamenti képviseletre, akkor minden egyik pillanatról a másikra megváltozik, és minden nagyon jó lett. Szerintem a közösségi összefogásnak sokkal nagyobb ereje van hosszú távon, mint az állami támogatásnak, mert ha nem így lenne, akkor most még mindig a Jobbikban lennénk, és akkor még most mindig a Jobbikot hinnénk a nemzeti oldal pártjának. Szerintem nagyon sok mindent tönkre is tud tenni a pénz, úgyhogy én azért ezzel szeretném továbbadni. Ezt a gondolatmenetet csak annyival szeretném kiegészíteni, hogyha mondjuk a Magyar Jelent egy 10 éve indítottuk volna el, akkor gyakorlatilag csak a Facebook segítségével organikusan fel tudtuk volna építeni egy tisztességes portára. Viszont most azt kell látni, hogy a tech-óriások is felismerték, hogy mekkora hatalom van a kezükben, és az általuk alkalmazott cenzúrával olyan szinten elnyomnak minket, hogy gyakorlatilag tényleg csak az olvasóinkra és a szimpatizánsokra számíthatunk, hogy megosztogassák a linkeket, illetve a baráti társaságban propagálják az oldalt és népszerűsítsék. Nyilván, hogyha mi hazánk bejutna egy parlamentbe, akkor az adna egy lökést a nemzeti hírportáloknak is, mert akkor már kevésbé tudnának minket elhallgatni. De az a helyzet, hogy amíg nem kezdünk semmit a Facebook és az egyéb tech-óriások cenzúrájával, addig mi mindig egy úgymond underground helyzetben leszünk, hiszen például a Kuruc Info az meg se jelenhet ugye a Facebookon, és a Magyar Jelennek is a legjobban pörgő cikkeit pedig nem oszthatjuk meg, illetve a nyelvezetet is úgy kell megfogalmazni, hogy az úgymond kóser legyen a Facebook cenzorainak. Mindig szoktam nevetni azon, amikor az ilyen Rákai Filipek, meg ilyen Bájer Zsoltok, ilyen kormánypárti megmondó emberek ugye szoktak sírni, mindig telesírják ugye a kormánypárti médiát, hogy letiltotta őket 24 órára a Facebook ugye a közéleti oldalukat. Hát ebben az a vicces, hogy mióta én a Kuruc Infóra publikálok, azóta egyetlen egy cikkem nem jelenhetett meg a Facebookon rendesen. Nyilván ennek az az oka, hogy Kuruc Infós linket szerintem 2014 vagy 13, tehát már évek óta ugye nem lehet megosztani.
mégis valakik ugye azon szeretnek sírni, hogy 24 óráig nem posztolhatják ki a kormány propagandájukat. Jó, hát ez is egy aspektusa. Nyilván most itt a tekóriásokról, ha elkezdünk beszélni, hogy ez micsoda liberális elnyomás, akkor még holnap este is itt fogunk ülni, ami nem probléma, mert kell erről beszélni. Ugyanakkor megjegyezném azt is, bármiféle önreklám, illetve portálreklám nélkül, hogy minden egyes elgáncsolás vagy akadályoztatás ellenére azért csak a legolvasottabb jobboldali hírportál vagyunk, és most ezt nem azért mondom, mert ez egy szlogen, és marha jó hangzik, hanem ez ténylegesen ugye kimutatások alapján így van, aminek mi rettenetesen örülünk, és ezúton is köszönjük a kedves olvasóinknak, hogy megtisztelnek minket a bizalmukkal. Hogy ilyen téren mikor lehet szemléletváltás? Hát én azt tudom neked erre mondani, János, hogy akkor lesz szemléletváltás, amikor minden másban lesz szemléletváltás. Tehát ehhez egy olyan politikai, társadalmi, össztársadalmi változás kell, amikor is eljutunk odáig, hogy egyrészt valamilyen szinten tudjuk magunkat függetleníteni a globális tekóriásoktól, vagy a globális tekóriások juhászodnak meg, ennek kevesebb az esélye, illetőleg, hogy az olvasás szeretete, a hosszabb publikációk elolvasásának a szeretete az ugye a magyar kötőjel európai társadalomban ugyanúgy megmaradjon. Én ezt látom megoldásnak, rajtunk nem múlik, Kuruc Info a legolvasottabb jobboldali hírportál ma is. Szerintem egy év múlva is az lesz. Mi legalábbis reméljük, és teszünk róla, hogy így legyen. Úgyhogy változás pedig akkor lesz, hogyha ezt mindnyájan közösen akarjuk. Tehát ez két-három ember nyilván kevés lesz. Bocsánat, János, csak a példa kedvéért szeretnék még hozzátenni pár gondolatot. Ugye nyilván mi a magyarjelen.hu-nál azon vagyunk, hogy a Kuruc Infót egy év múlva lenyomjuk, és szerintem ez egy teljesen nemes cél. És, sok sikert! És jó cél. Tudjuk, hogy kemény dolgokkal állunk szembe. Az is nagyon fontos még, hogy a Kuruc Info ugye nem küzd azzal a problémával, hogy Facebook kompatibilisen fogalmazzon, hiszen hát le van tiltva a Facebookról, mert ugye az igazságról szokott írni. Ha nem lennénk, én akkor is így fogalmazni. Igen. Mi viszont a magyar jelennél küzdünk azzal, hogy úgy fogalmazzuk meg a cikkeinket, hogy a Facebookon az kompatibilis legyen. Csak a példák kedvéért így jön ki a cigánybűnözés helyett olyan megoldás, hogy fiatal bűnözés, vagy hogyha például csoportos késelés történik, akkor családnyian késeltek meg egy lányt, vagy idézőjelesen családon belüli erőszak történt, vagy bűnöztek a beilleszkedettek, és még ezeknek a végtelen számú permutációja szerintem így is kikerült a cenzóra, és akár részlegesen így is véget lehet vetni az elnyomásnak, hogy megpróbálunk ilyen unortodox megoldásokhoz folyamodni, amik kikerülik több-kevesebb sikerrel a Facebook mindenre éhes cenzorait. Na jó, jó is, hogy rákanyarodtál erre a témára. Itt elmondom a tisztelt közönségnek, hogy Dani azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy azért a cigány bűnözésről is mindenképpen beszéljünk, ha sajtóklub, ha nem. De hát, és most kicsit vissza is kanyarodnék a kormánypárti médiához, a balliberálisokról, itt ne is ejtsünk szót, ugye, ha megnézzük a Fidesz közeli médiumokat, nagyon sok cikket szoktak lehozni a nyugat-európai migrációs helyzetről, hogy bevándorlók késeltek itt-ott. Ez teljes mértékben így van, ezen nem fogunk összeveszni. Viszont valahogy nem nagyon propagálták, hogy itt van egy belső, a belső migránsok, ugye, a cigányok is követnek el hasonló dolgokat. Éppen Pócs János lányát verték meg a napokban. Ő ugye fideszes országgyűlési képviselő, aki a Mi Hazánk jászapáti tüntetése ellen is ágált, hogy majd ő megvédi a jászság lakóit. Hát ehhez képest a saját lányát sem tudta megvédeni, és érdekes módon a fideszes média nem nagyon járja körül ezt a témát. Költője a kérdés, hogy miért. Hát arra van a Magyar Jelen és a Kuruc Info is nyilván, hogy megírja az igazságot a cigány bűnözésről. Ehhez kapcsolódóan, hogyha lenne pár gondolatotok, Dani, felhoztam a témádat, amit szerettél volna, ám bár mindannyian szerintem szerettünk volna erről beszélni, de folytasd akkor. Azért fontos, és az előző is kapcsolódik, azért fontos, hogy az interneten megjelenő cikkeket olvassák, továbbosszák és szeressék, mert ez a kérdés, például most ez a jászapát is történt, hogy megverték a fideszes képviselőnek a lányát. Ugye legelőször
a dokumentumokat és a megosztásokat lehetett látni a Kuruc infón, hogy törölték nagyon sok megosztást, nagyon sok erről szóló posztot töröltek, hogy ez ne derüljön ki, ne kapjon média nyilvánosságot. De nyilván, miután már megjelenik mondjuk egy kuruc.infon, onnantól már nem tud a Fideszes országgyűlési képviselő vele mit csinálni, és igen, nyilván neki is nagyon rossz eset, be kellett vallani, hogy a saját körzetében, a saját maga által hosszú-hosszú évek óta irányított Jászság fővárosában a saját lányát is megverik, mint a kétfenekű dobot, mert nem volt hajlandó érdemben semmit tenni a közbiztonságért. Az volt a reakció, mint ahogy a János is említette, hogy a Jászságot a mi hazánktól kell megvédeni. És amikor majd, nem tudom, egy 10-15 év múlva már reméljük, hogy addigra egy sokkal nemzetibb kormány lesz. Ez a lány azóta szerintem azért megkérdezte az édesapját, hogy fater, mi történt? Ja, hát nem érdekes, nem számít. Azt nyilatkozta, hogy nem számít az elkövetőnek a bőrszíne. Illetve azt is nyilatkozta, hogy a romák többsége tisztességes ember. Micsoda képmutató és micsoda a Fidesz központ által micsoda megfélemlítésben élhet Pócs János, hogy a saját lánya megverése után neki ezt kellett nyilatkozni, hogy a romák többsége tisztességes ember. Vérlázító. Vérlázító, és ezek a hírek nem tudnának eljutni a társadalom többségéhez, hogyha nem lennének a mi hírportárjaink, úgyhogy szerintem ezért is nagyon fontos ez a téma. Illetve én az hogy jelenleg a mi hazánk az egyetlen párt, amely kimeri mondani, hogy van cigánybűnözés, és ez ellen tenni is fogunk, és tenni is szeretnék, nyilván szorosan együttműködve a Magyar Önvédelmi Mozgalommal. Ez egy sajnálatos módon, ez még mindig politikai kuriózum a magyar palettán. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy lesz-e olyan párt, amelyik még ezt legalább kommunikációban fölmeri vállalni, de túlságosan nagy reményeim ezt illetően nincsenek. Most szerintem a Jászapátis témát azt Dani elég jól kivesészte, ezért én egy helyi példát szeretnék hozni. Én Békés Csabáról jöttem, és ott történt, hogy egy multicégnél bement egy vásárló félmeztelenül a boltba, és rászólt a biztonsági őr, hogy öltözön már fel, mint egy ember, vagy pedig hagyja el a helységet, mire a barátunk egyszerűen oda ment, és nyakon vágta a biztonsági őrt, aztán olyan szinten halántékon ütötte, hogy az eszméletét vesztette. Na most ez a Fidesz médiában úgy jelent meg, hogy két férfi esett egymásnak, és mind a kettő ilyen garázdaság ellen indult eljárás. Aztán egy helyi szimpatizásunk keresett meg, aki a helyszínen volt, és ő mondta el nekem, hogy ez a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy a 67 éves biztonsági őr figyelmeztetett egy félmeztelen kancigányt, hogy viselkedjen már kultúráltan, mire ez egyszerűen odament, se szó, se beszéd, egyszerűen levágott neki egyet, mire ő eszméletét vesztette. És hogyha ez a szimpatizánsunk nincs meg, nem keres meg engem, és én nem vagyok a Magyar Jelennél, akkor ez a történet sosem lát napvilágot. Tehát el kell gondolkoznunk, hogy még hány ilyen van. Nem nevezhetem meg valószínűleg a boltot, mivel nem nevezték meg, de a Hídnál egy brit cég. És a lényeg az, hogy a rendőrség ezután a szolgálatot teljesítő biztonsági őrt is kihallgatta, a kórházból vitték el kihallgatni, és ellene garázdaság ellen indult eljárás, illetve a cigánybűnöző ellen is eljárást indítottak, viszont ő jelenleg még tart az ügy, szóval nem tudjuk, hogy hol tart. De az a lényeg, hogy ezzel kapcsolatban ugye még egy eset, két egyházán szintén, ott szerencsére két cigány család verekedett össze, ott előkerült a láncfűrész is, és a Fidesz médiában ez is egy igencsak óvatos hírként jelent meg, mire én alálinkeltem egy ilyen mi hazánkos bejegyzést, ami teljesen releváns volt, és ugye a cigánybűnözéssel foglalkozott, mint a mi hazánkkal. Erre válaszul a portál úgy, ahogy van, letiltott engem a komment szekcióból, és kibannolt az oldaláról. Hát így állnak hozzá, hiszen mégiscsak a védett csoportot támadtam. Ez teljesen jól kapcsolódik az én gondolatom is. Ugye az egyik az, hogyha most nagyon kárőrvendő szeretnék lenni, akkor azt mondanám erre a Pócs esetről, hogy Isten nem ver bottal, mert ugye pár héttel ezelőtt még minket, az volt a legfontosabb feladat, hogy minket megakadályozzon, hogy Jászapátin ugye kellő módon tiltakozzunk, illetve rendet tegyünk. Nyilvánvalóan az eset elszenvedőit ettől függetlenül rettenetesen sajnálom. Viszont ugye itt a letiltásoddal kapcsolatban nekem meggyőződésem, hogy ez az egész kérdés, ez az egész cigánybűnözés kérdésköre jelen politikai helyzetben a bipoláris, ugye a kétpólusú politikai rendszerben ugye ez a Fidesz kormány, mostani kormánypárt, illetve a balliberális ellenzék azért nem megoldható, mert nemes egyszerűséggel mindkét oldalnak az a lényeg, hogy minél több szavazatot begyűjtsön, majd kormányozzom.
Na most nyilvánvalóan a cigányság lélekszáma ugye Magyarországon sajnálatos módon már akkora számban található, hogy akár körzeteket tudnak eldönteni, hogyha olyan térségről beszélünk. Hát most ezek után borítékolható, hogy akkor nem fogja egyik nagy pólus sem a balliberális ellenzék, sem a kormánypárt azt mondani, hogy akkor itt rendet kell tenni, hiszen akkor a cigányok nem fognak rájuk szavazni. Tehát innentől kezdve nincsen kérdésem, hogy ebben a felfogásban, aminek ugye Pócs János is sajnálatos módon ugye a tagja vagy a része kormánypárti oldalról, ugye nem fogják tudni ezt megoldani. Tehát így ezt ezzel a felfogással, ezzel a mentalitással nem lehet megoldani. Ezt egy harmadik pólusnak kell ugye megoldani, vagy legalábbis kísérletet tenni arra, hogy megoldásra találjon ez a probléma. Legkorábban ez 2022-ben realizálódhat, és hogyha már így áttértünk a pártpolitika világába, ugye jövőre választások, az kérdésem első része arra irányulna, röviden válaszoljatok rá, kérlek, mert sajnos fogytán az időnk, hogy mit vártok-e ettől, illetve egy bónusz kérdés, hogyha rátok lenne bízva, és ezzel a kérdéssel nyilván kicsit megleplek titeket, mert nem beszéltünk róla. Alkotni kellene egy új média törvényt, melyek lennének a sarokpontjai, tehát mi lenne más, hogyha ti hármótok kellene, hogy megírjátok ezt az új média törvényt, hogyan változna meg a sajtóvilága Magyarországon, illetőleg visszacsatolva tényleg, hogy mit vártok a 2022-es választásoktól. Bekezdtem, amúgy már nem mindegy. Jó, akkor a kérdés első része az úgy hangzott, ugye, hogy jövőre mit várunk, ugye? Hát most olyan szempontból, hogy a két nagy pólus közül ugye melyik fog felül kerekedni, vagy hogy ők egymással hogy versenyeznek, az én szempontomból teljesen irreveláns. Tehát amikor azt mondják, hogy sokan szoktak érvelni azzal egyébként valamilyen szinten jobboldali emberek, hát hogy akkor most mi lesz, ha jövőre újra a baloldali ellenzék ugye átveszi a hatalmat ugye 2010 után első ízben. Hát most nyilvánvalóan hasonló világ várna ránk, mint most. Ugyanaz a rossz világ, úgymond. Nekem egy dolog fontos, vagy egy dolog ami nekem igazán lényeges, az, hogy a harmadik útnak, illetve a nemzeti harmadik útnak, így mondom, legyen képviselete az országgyűlésben. Most az, hogy a kormánypárt, illetve a baloldal egymással hogy verseng, az ilyen szempontból engem hidegen hagy. Mi ezt a nemzeti ügyet képviseljük, mi ezt akarjuk zászlónkra, vagyis hát ezt tűztük zászlónkra, ezt akarjuk képviselni. Az pedig nyilvánvalóan már a választópolgárokon fog múlni, hogy mekkora bizalmat szavaznak nekünk majd százalékos arányban. A médiatörvény, ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Most ha azt a választ akarnám mondani, hogy ez még alakításra szorul, akkor azt mondanám, hogy majd, hogyha már abban a helyzetben vagyok, akkor majd megválaszolom magával a törvénnyel. Egyelőre maradjunk abban, hogy az első dolgom az lenne, és ezt nyilvánvalóan a párt is, a Mi Hazánk Mozgalom is az ászlójára tűzi, hogy a Facebookot ugye, ami első körben felelős ugye sajnos a magyar sajtó alakításáért, egyszerűen a közösségi média szerepénél fogva ugye a legtöbb elérhetést ugye a hírportáloknak is ők generálják. Semmiféle szín alatt nem engedném azt meg, hogy bármi nemzeti tartalmat akármilyen szinten cenzúrázzanak, mert abban mondjuk elhangzik a cigánybűnözés, vagy a zsidó szó, vagy bármilyen ilyesmi. És hát természetesen a mindenkori magyar állam törvényeinek megfelelően a kurucinfót azt azonnal oszthatóvá kéne tenni a Facebookon, illetve a hasonló közösségi oldalakon, hogyha lenne versenytársa, de itt nyilván elsősorban a Facebookról beszélünk, és a Facebook megregulázásáról. Nem Facebook tekintetében pedig, gondolom, erre is irányult a kérdés, semmiféle olyan
olyan sajtónak a megjelenését, illetve sajtótartalmat nem engednék megjelenni, ami mondjuk gyalázatos módon támadja ugye a gazdanépet, ugye a magyarságot, a magyarságunkat, illetve az európaiságunkat. Tehát nyilván én is meghúznám a határokat, álszent lennék, ha azt mondanám, hogy nem. Az idő rövidsége miatt akkor annyit, hogy szerintem a jövő évi választás az igen izgalmas lesz, hiszen megjósolhatatlan, hogy itt a Covid-hisztéria és az értelmetlen korlátozások hogyan fognak lecsapódni addig a társadalomba. Tehát gyakorlatilag még bárki befuthat győztesként. Ami a mi hazánkat illeti, ott az a lényeg, hogy minél több emberrel beszéljünk, és minél több emberhez eljussunk, és minél jobb százalékot érjünk el. Nyilván az ideális az lenne, hogyha mi lennénk a mérleg nyelve, és így sokkal nagyobb ráhatásunk lenne a politikára. A média törvénnyel kapcsolatban pedig elsősorban is a Facebookról tudnék beszélni, hiszen, mint látható, például Törökországban ott sikerült őket megregulázni, ott Erdogan kijelentette nekik, hogy vagy betartják a török törvényeket, vagy pedig korlátozzák a sávszélességüket. Először háborgattak ők is, meg a Twitter is, később viszont azonban a Facebook becsicskult, és azt mondta, hogy rendben van, akkor a moderálási elveinket, azokat módosítjuk. Tehát azt látni, hogy egy nemzetállam, hogyha kellően hatékonyan és határozottan lép fel, akkor igenis meg lehet őket regulázni, hiszen elsősorban őket még mindig a profit mozgatja, és a profit érdekli. Nagyon jókat mondtatok erről a média törvényről, nekem azért ez kicsit meghozta a kedvemet. Nyilván a Facebookot azonnal rendszabályozni kell, magyarországi képviseletüket kell nyitni, de hát ezt számtalanszor elmondta már a mi hazánk elnöke, Toroszkai László is. Én csak annyit tennék hozzá, hogy a hírportálok támogatásának a tekintetében azonnali radikális változásra van szükség. Listázni kell azokat a külföldi állampolgárokat, akik pénzzel támogatnak Magyarországon működő magyar nyelven íródott hírportálokat. Nekem ez a véleményem róla. Azt, hogy a 22-es választások tekintetében meg mit várok, Barnabás azt említetted, hogy mi hazánkos parlamenti érdekképviseletre számítasz. Erre én is számítok, viszont a várakozás szó pedig nem annyira nyert el a tetszésemet. Szerintem, hogyha várunk, akkor nem csak 22-ben, de 26-ban és 30-ban is várni fogunk. Én nem szeretnék várni. Szerintem utánam is nagyon sokan még el fogják mondani, hogy a segítségetekre van szükségünk. Nem tudunk tovább várni. Én egyértelműen azt várom, azt szeretném, azért fogok küzdeni, hogy az összes mandátumot a nemzeti oldal visszavegye, amit a Jobbik tőle elvett. Én erre számítok 22-ben. Köszönjük szépen a biztató szavakat. És köszönjük szépen a figyelmet, nektek pedig a részvételt. A Sajtóklub ezennel véget ért, és hamarosan folytatódnak a programok a Nemzeti Kerekasztal beszélgetéssel. További kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek!